Máti néninek és Kati néninek, a vidám,
Obocs tornákat. Ágnes kapitányének a vidám, játékkal teli, izgalmas beszélgetéseket. Ancsa néninek, hogy megtanultunk szépen kiejteni bennünket és szavakat. Ági néninek a néha izzasztó alapozó tornákat. És hogy ez néha kinek volt izzasztó, ez azt hiszem már csak az ő titkunk maradt. Nem utolsó sorban köszönjük azokat a sok-sok élményeket, amiket Marika néni dalos verses német órái adtak, Ibolya néninek a verses játékos néptánc órái, és Piroska néninek a színes, ötletekben gazdag kézműves foglalkozásai. És mi most ezt a sok-sok jót szeretnénk megköszönni mindenkinek ezzel a kis műsorral. Kérem, legalább olyan nagy szeretettel fogadják a gyermekeket, amilyen nagy szeretettel ők most készültek el. Jár a lábam, jár a kezem, én ezt észre sem veszem. Óvó néni olykor rám
azért vagyok csiga-zsiga, mire felkel majd a nap, jól kialszom magamat. Óvó néni, de jó volt mesét hallgatni, játszunk el egy mesét. Volt egyszer egy mese volt, abban minden mese volt. Fiókjában törfék ültek, vizsilányok hegedültek. Öreg anyók szültek, mondtak, apró madok táncok fogtak. Kosztáskók volt az oldalakban, vidél csináltunk. A lámpában elszett égett az egy láb kettőndében. Végére egy tündér volt, ilyen volt a mese volt. Családban, úgy gondolnád barátságban, mégis azon veszekednek, kik tartsanak a legtöbbnek. Én vagyok a legfontosabb, a nagy orrú. Én vagyok a legfontosabb, a nagy fű. Én vagyok a legfontosabb, a nagy szörű. Én vagyok a legfontosabb, a nagy szájú. Én vagyok a legfontosabb, a nagy eszű. Nem igaz. Nem igaz. Nem igaz. Nem igaz. Nem igaz. Nyugalom, nyugalom, segítetek a bajom. Próbát teszek köztetek. Lássuk ki a tüdeset. Jöhet. 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 Én a nagy orrú füstszagot érzek. Én a nagy fülű tűzsopogás vagyok. Én a nagy szemű lángokat látok. Én a nagy szájú tüzek kiáltok. Tűz, tűz. Én a nagy eszű azt mondom, olcsuk el. Na milyen voltam? Milyen voltam?